A duális képzés legfontosabb céljának teljesülése szempontjából van jelentősége a megfelelő képzőhelyeknek. Ez pedig nem más, mint hogy a diák a szakmát vállalati környezetben tudja elsajátítani, és a képzés végén piacképes tudással tudjon munkát vállalni. Éppen ezért van nagy hangsúly a képzőhelyek ellenőrzésén, amit az iparkamara végez el. A szakértők a törvényi előírások betartását nézik egy ilyen ellenőrzés során, mondta Illés Orsolya, a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési osztályvezetője. Vizsgálják például most még a kifutó rendszerben a tanulószerződés kötést, majd az új rendszerben a munkaszerződés kötését, munkabérfizetését, nem pénzbeli egyéb juttatásokat, például munkaruha, védőfelszerelés, kedvezményes étkezés biztosítása. Ellenőrzik például az egyműszakban, illetve összesen oktatható tanulói létszámot. Nagyon fontos kritérium az, hogy az oktató megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkezzen. Ellenőrzik például a munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi előírások megtartását, illetve a képzés során kötelezően töltendő dokumentumok meglétét. Tolna megyében körülbelül 250 gyakorlati képzőhelyünk van. Ez változik. Van, aki ugye kilép a képzésből, viszont mindig akadnak új belépők. Az iparkamara legutóbbi rendezvényén az idei szabályok változásáról tartottak tájékoztatást a képzőhelyi ellenőröknek. Megismerkedtek a szakképzési rendszer változásaival. A 9 iskolát magába foglaló Tolna megyei szakképzési centrum kancellárja a munkaerőpiacra szabott szakképzés változásait vette sorra. Dömötör Csaba kiemelte, 5 éves lett a technikumi képzés, aminek a végén technikumi vizsgát tesznek a tanulók. Ez emelt szintű érettségének felel majd meg. A másik 3 kötelező érettségi tárgyból 12. évfolyam végén, idegen nyelvből pedig a 13. évfolyam végén vizsgáznak a tanulók. A duális képzésben is megváltozik a szerkezet. Nagyon fontos változás, hogy a duális képzésben is megváltozik a szerkezet. A tanulók, a technikumi tanulók a 11. évfolyamtól már részt vehetnek a duális képzésben. A korábbi tanulószerződéssel szemben munkaszerződést fognak kötni. Ez a munkaszerződés már nem ösztöndíj, hanem bérrel jár. Ez a minimálbér 60%-át terjedő bérként fogják a tanulók megkapni. Nagyon fontos, hogy ez a munkaszerződés, ez nyugdíjalapot is képez, társadalombiztosítási jogosultságot is keletkeztet, tehát ez mindenféle szempontból előnyös a tanulók számára, illetve a vállalkozások számára is. Fontosnak tartom elmondani még azt, hogy a szakképzői iskolában a 3 éves szakmunkás képzésben is jelentős a változás. Ott a 10. évfolyamtól vehetnek részt a tanulók a duális képzésben, a 10-11. évfolyamon fognak várhatóan nagyon sok cégnél ilyen jellegű képzést végezni. Nagyon jelentős változás továbbá, hogy mindenki, aki belép a képzésbe, illetve aki már belépett szeptember 1-től akár technikumba, akár szakképzőiskolai képzésbe, ösztöndíjra jogosult, és ez az ösztöndíj, ez alanyi jogon jár mindenkinek. A szakképző iskolákban tanulók 16 000 forintot, a technikumokban járók pedig 8 000 forintot kapnak havonta. Ennek az összege változhat, minden olyan tanuló, aki nálunk tanul, most fogja megkapni először ezt az ösztöndíját. Ezt úgy látom, hogy a tanulóink nagyon várják, illetve mi is nagyon várjuk, és a jövőt tekintve ez egy állandósuló folyamat lesz. Dömötör Csaba azt mondja, a cégek részéről egyre nagyobb igény mutatkozik a szakemberek iránt Tolna megyében. Hát én azt látom, hogy nagyon komoly a kereslet a vendéglátás, idegenforgalom, turizmus területén. Nagyon fontos, nagyon magas a kereslet a gépészeti képzések területén, és nagyon, inkább ilyen is gépészetet említeném, vagy emelném ki, hanem összességében a műszaki területeket, és nagyon komoly igény jelentkezik az építőipari területeken és a tanulókra.